A Paksi atomerőmű a hazai villamosenergia termelés mintegy felét biztosítja. Biztonságos működése létfontosságú Magyarország számára, hiszen környezetbarát módon, káros anyagkibocsátás nélkül tervezhetően állítja elő a mindennapi életünkhöz szükséges energiát. Mindennek alapja az úgynevezett maghasadás, ami a reaktorban megy végbe, ehhez pedig fűtőanyag, azaz üzemanyag kell. A fűtőanyag ezen a sínpáron vonaton érkezik a Paksi atomerőmű területére. Mielőtt azonban ennek útját végigkövetnénk a beérkezéstől egészen a kiégett fűtőanyagok tárolásáig, a biztonsági előírásoknak megfelelően át kell öltöznünk. Nagyon fontos egyébként, hogy itt teljesen el legyen szeparálva a tiszta, meg a feltételezetten szennyezett zóna, tehát még a cipőt is úgy kell felvenni, hogy ezt itt leteszem, és akkor így most szépen át teszem a lábam a felvétel helyére, és akkor így történik a cipőnek a felvétele. A teljes átöltözésre azért van szükség, hogy minimalizáljuk az esetleges sugárszennyezettség kikerülését az üzem területéről. Az erőműben Egner Tibor fogad, aki a nukleáris fűtőanyag üzem vezetője. Mielőtt belépünk a területre, úgynevezett dozimétert veszünk magunkhoz, ami mérni fogja a szervezetünket ért sugárzást. És itt is össze is rendel. Tehát itt ki is írta, hogy 0,2 milliszívertes dozengedéllyel fogunk most itt a primer körbe bejárni, ellenőrizni ezt az útvonalat. Tehát ez alatt kell maradnunk a kapott dózisnak. Feltételezhetően mennyi lesz ebben az eltöltött egy másfél órában a... Nulla. Nulla. Tehát továbbra is nullát mutat, és nullát is fog mutatni, mire kijövünk. Így nyugodtan és kíváncsian követem Tibort oda, ahol a fűtőanyagot fogadják. Hát ezen a sínpályán keresztül, azon a kapun át, annak felnyitásával gurul be ide a szerelvény, és ami ott látható, az a kis nyílás, az pedig már a friss üzemanyag tárolónak a nyílása, tehát azt a kis ajtót ki lehet nyitni, és azon keresztül tudjuk már fölemelni a friss üzemanyagot szállító konténereket. A friss üzemanyag tárolóba belépni csak néhány embernek lehet, azt is a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával. Ilyenkor most az első lépés az, hogy telefonál az őrségnek, a fegyveres biztonsági őrségnek, hogy a helyiséget ellenőrzés céljából ki fogja nyitni, mert el van látva az ajtó egy nyitás érzékelővel, és ilyenkor rögtön jelez az őrségnek. Mindez azért is fontos, mert komoly biztonsági tartalék található ezen a mindössze néhány négyzetméteres területen. A Paksi atomerőnek két ilyen friss üzemanyag tároló helyisége van, az 1-es-2-es blokkra közös, illetve a 3-as-4-es blokkra közös. Ez a két tároló együttesen biztosítja két évnyi stratégiai tartalékát a négy blokknak. Tehát, ha bármi gond adódna a fűtőanyag szállítással, az erőmű akkor is biztonságosan tudna működni két éven keresztül 100%-os teljesítményen. Ott azt az ajtót lehet látni, azt az ajtót kinyitva már szabad út van a tároló, illetve a vasúti beszállító folyosó között. Tehát amit ott lent is említettem, ott a helység aljába áll be a friss üzemanyag szállító vasúti kocsi. A vasúti kocsiból speciális daru segítségével emelik ki a konténereket, amiből aztán magát a friss üzemanyagot rejtő rudakat a tárolópolcra helyezik függőleges pozícióba. Ez a üzemanyag kazetta? Ez az üzemanyag kazetta. Tehát ebből 312 darab helyezkedik el egy reaktorban. Ezen kívül még 37 darab olyan üzemanyag kazetta helyezkedik el még a reaktorba, így jön ki a 349, ami a reaktornak a teljesítményének a szabályozásában vesz részt. A kazettán belül 126 darab üzemanyagpálca található, amelyekben a hasadóanyag, azaz az urándioxid tabletta van. Olyan nagyjából 2-2,5 méter hosszúságban helyezkednek el ezek a urándioxid tabletták, amik ilyen 7 mm átmérőjűek és 10-11 mm magas tablettákról beszélünk. Egy ilyen picike kis tabletta mondjuk egy háztartásnak az egy évnyi villamos energiáját biztosítja. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon mekkora a háttérsugárzás ebben a térben. Nos, a műszer megnyugtató választ adott. Itt a háttérsugárzás az Itt maximum semmi. Csak semmi. A helységet elhagyva az úgynevezett C30-as kiégett kazetta szállító konténeren akadt meg a szemem. Nem véletlen, impozáns a mérete. Üresen 68 tonna a súlya, 30 darab kazettával együtt pedig közel 90. A kialakítása pedig olyan, hogy az extrém terhelésnek is ellenálljon. Akár 10 méterről ledobva, lejtve,
100 kilométerrel ütköztetve egy vonattal, akkor is tömören zárt ez a konténer. Tehát az akkor már használt fűtőanyagok egy ilyen baleset után is maximális biztonságban lennének. Ezt a konténert a reaktorcsarnokból egy speciális vagonban viszik át a KKAT-ba, azaz a kiégett kazetták átmeneti tárolójába. Itt látható az a vasúti szerelvény, vasúti kocsi, amin keresztül, vagy aminek segítségével átszállítják a paksi atomerőműből a kiégett fűtőelemeket. A konténert egy konténerszállító kocsi segítségével a beszállító folyosóra viszik, ahol teljesen zárt körülmények között leemelik a tetejét, majd a szállítócső alatt áll meg. Itt a vízből kiemelt kazettákat közel 160 fokos levegővel egyenként megszárítják. Ezután a kiégett üzemanyag kazetta készen áll a tárolásra. A tároló csövek ebben a helyiségben vannak elhelyezve, mindegyikben egy kiégett kazetta található. Az itt lévő háttérsugárzás egyébként teljesen normális. Tehát akkor ez azt jelenti, csak hogy szummázzam, hogy tulajdonképpen itt ugyanolyan a háttérsugárzás, mint hogyha én egy átlagos magyar városban lennék, úgyhogy itt mögöttem több száz ilyen kiégett fűtőelem. Nem is több száz, hanem most már jelenleg 9577, tehát mondhatni közel 10 000 kiégett fűtőelem található, igen, itt mögötted ebben az átmeneti tárolóban. A sugárvédelmet többek között a járófelület alatt található 1 méter vastag betonnal kitöltött acélszerkezet, valamint a közel 2 méteres vastagságú vasbeton szerkezetű falak biztosítják. 1997-ben érkezett meg az első szállítmány a paksi atomerőműből. Még annak idején az atomerőmű döntötte el a konstrukciót, a terveket, és kezdte el a beruházást a 90-es évek közepén, és így a 90-es évek vége óta folyamatosan zajlik a betárolás. Itt a fűtőelemek 50 évig tárolhatók. Szakemberek azonban természetesen már most dolgoznak a végleges tárolás lehetőségén. Ez azonban világszerte azért nem valósult még meg, mert a kiégett fűtőelemekre nem hulladékként tekintenek. Olyan magas a hasadóanyag tartalma, hogy akár az a jövő erőműveiben felhasználható lesz. De persze kutatások vannak a végleges tárolásra vonatkozóan, leginkább a mélységi geológiai tárolásról beszélnek a szakértők. Nyilván csak olyan helyre fogjuk tudni lerakni ezt a végső hulladékot, ami alkalmas arra, hogy ezt nagyon-nagyon hosszú időre bezárva tartsa. Magyarországon jelenleg a Nyugat-Mecsek térségében vannak ilyen jellegű kutatások. Kellő mélységben, olyan vízzáró rétegbe zárjuk be, olyan agyakkörétegbe zárjuk be, ami ahonnan garantálható, hogy egy milliók múlva sem jön elő, akkor azon ez egy megnyugtató megoldás. De természetesen, mint az atomenergiával kapcsolatban, minden lépés társadalmi egyeztetéssel, civil kontrollal tud megvalósulni. Finnországban és Svédországban egyébként már előre haladott fázisban vannak mélységi geológiai tárolók, olyannyira, hogy a finnországi néhány év múlva már tud fogadni kiégett fűtőelemet végleges tárolásra. És tudva, hogy a skandináv országok kiemelten érzékenyek a környezetükre, ez a megoldás mindenképpen példamutató lehet az itthon és a világban keletkezett kiégett fűtőelemek végleges tárolására.